Kedves nézők, üdvözlök mindenkit Spanyolországból, és akkor kezdődik a Májkológia. 13. adása, ez a harmadik évad, szomorú címmel kezdünk. Civil áldozatok az orosz-ukrán háborúban. Ez egy nagyon kényes téma. Azért választottam élőadást, mert ez biztos, hogy letiltene a Facebook más szempontból, tehát ugye itt felesleges arra beszélni, hogy reklámok lesznek, tehát erről nem érdemes műsort csinálni, ezt úgyis akár a YouTube, akár ki más, ezt kikapcsolná, letiltene. Egyébként jött is már ilyen közlemény, most már nyíltan kimondták, hogy a YouTube is, és azt hiszem a Facebook is, hogy most már megszüntetik a monetizációt, tehát a reklám lehetőségeket minden ukrán-orosz háborúval kapcsolatos videóban áll. Megvárom, még összegyűlünk természetesen. De addig elindítom a chatet, hogy lássam, hogy miket írtok. És persze válaszolok azokra a kérdésekre is, amiket már korábban beküldtetek. Aki nézte a tegnap esti élőadást egyébként, azoknak mondom, hogy Szabolcs valamikor most délután ment el, tehát még voltunk lent a parton, és amikor láttátok, feltettem most a húsvéti menüt, a sushit, azt együtt tettük. Tehát én ezekből a tengeri dolgokból igazán csak ezt a sushit szeretem. Ilyen polipot, meg ilyeneket, amiket ő eszik, azokat én nem. Szóval nem kell megijedni, hogy én is képes vagyok ilyeneket enni. Na nézzük. Rákattintok a kommentekre. És akkor elvileg majd most be fog töltődni megint egy óra múlva. Nem, most azonnal betöltődött. Atyaisten, mi van? Valaki megkérdezi, lakatos elnő, hogy van a fogam? Igen, akkor gyorsan rendezzük le a fogtémát. Jobban. Tehát most nem érződik az, hogy kicsit még úgy, de egyébként most nem annyira érződik, hogy már gond lenne. Reméljük a gyógyulás azt jelenti, hogy akkor ez most végleg el fog múlni. Suri Bernadett, Szabolcs jó fejnek tűnik, jó kis salátát csinál. Hát persze, ha kommandírozom, akkor jó salátát csinál. Na nézzük a kérdéseket. Hát ugye érdekes kérdéseket küldtetek be, nem pont ehhez a civil dologhoz kapcsolódik, de akkor előbb beszéljük át a kérdéseket, és aztán akkor mondom szerintem azokat a témákat, amik hát sajnálatos téma. Illetve nem is, legyen fordítva, kezdem azokkal a témákkal, és utána tudtok majd még kérdést beírni, lássuk. Civil áldozatok ugye mindig is voltak egy háború során. Itt most felmerülnek olyan kérdések, amikor már népirtásról beszélünk. Ugye most volt tegnap előtt, azt hiszem, Bidennek egy nyilatkozata, amikor azt mondta először, hogy népirtás zajlik Ukrajnában. Tehát ez egy nagyon fontos kijelentés, amikor először nevezte, értem, háborús bűnösnek, mondjuk Putyint meg éneket. Tehát vannak ilyen először dolgok. Ugye egy népirtás az azt jelenti, hogy valahogy egy népnek a szisztematikus megsemmisítése, nem pedig egyes cselekmények megtorlása, tehát ha valaki visszalő, vagy valaki molotov koktél dob egy tankra, vagy valamire, hanem csak azért, mert valaki egy adott néphez tartozik, megölik, megsemmisítik nagy tömegben. Ez a népirtás. Ezek a háborús bűncselekmények, ezek hát ugye a genfi konvenciók szabályozzák ezeket, meg az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, meg ilyesmik. Ugye háborús bűncselekmények, gyilkosság, kivégzés, tömeges szexuális erőszak, rabszolgaságba taszítás, deportálás, tehát az emberek elrablása. Úgy tűnik, az eddigi adatok szerint, illetve amik jönnek hírekbe, hogy Oroszország ezt mind elkövette. Kezdjük a deportálással, talán az a legegyszerűbb, vagy a legkevesebb figyelmet kapó dolog. Ugye tudjuk nagyon sokszor, hogy úgynevezett humanitárius koridorokat nyitottak, például Mariupolból, Harkovból, és ezen buszokon próbálták kimenteni az embereket. Na most nagyon sokszor volt úgy, hogy ezeket a buszkonvojokat egyszerűen megállították az oroszok, és az embereket elvitték Oroszországba. Tehát ez a deportálás. Azt mondták, hogy ők kérték, természetesen az orosz kommunikáció mindig más, hogy ők kérték, hogy ezek az emberek kérték, hogy menjenek Oroszországba. Vannak olyanok, akik valahol Vlagyivosztoknál, tehát a Kamcsatka félszigeten tűntek fel, teljesen eltűnve. Ne írjatok már kellemes húsvét ünnepeket, mondjuk mikor ilyen témáról beszélek, szerintem ez abszolút nem illik ide, tehát azért
Most komoly dologról beszélünk, semmi köze a húsvéthoz, szerintem ez nem illik ehhez a témához, de ti tudjátok. Ez volt az elrablás. A gyilkosság az nyilván az, például amikor arról játszottak be videót, ugye, hogy ez a bizonyos biciklis Bucsáról beszélek, bekanyarodik a keresztelődésbe, és az ott lévő tank az egyszerűen géppuskába szitálva lövi. Mondjuk ilyen egy gyilkosság. Kivégzés, szintén Bucsa, ugye, amikor a hátrakötözött kezű civileket láttuk, akiket fejbe lőttek. És a tömeges nem érőszak, hát az mostanában kezd el kiderülni. A hírekben most konkrétan ennek a, nem is tudom, 24 vagy 25 nőnek az esete az, ami... Na akkor van itt valaki, aki megkérdezi, hogy mennyi egy kisebb lakás, akkor őt most gyorsan kitiltjuk, így. Valaki nem érti meg, hogy mi a téma, és lakásárakat kérdezget, akkor az most menjen máshová. Kicsit kezdem mondani a hülyeséget. Szerintem elég komoly téma és elég szomorú téma. Úgyhogy valaki akkor most... Jó, újabb valaki megkérdezte, hogy Zsuzsi jönne, akkor őt is kitiltjuk. Nagyon jó, hát olyan könnyebb fog itt menni. Nagyon hamar olyan kevés ember lesz, hogy most már tudunk koncentrálni az érdekes dolgokra is. Van még valaki, aki akar még valami hülyeséget esetleg? Jó. Mi látom, sikerül. Nagyon jó, szeretem az élőadásokat. Újabb kellemes húsvét ünnepek. Jó, akkor ő is repül, nagyon jó. Még valaki? Azt nézem, hogy... Ez most ebből fog állni a mai műsor. Pang, 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 repül. Egyelőre ők csak a mai streamből repültek, tehát ők nem véglegesen vannak kitiltva. Nem vicces téma, és én ezt nagyon komoly témának tartom, hiszen ez megváltoztathatja az egész világot. Ez a 24 nő, akik Bucsában úgymond, mint eset derült ki, 14 és 60 között voltak. Tehát el sem tudom képzelni ezeket. Tehát milyen katona bír megerőszakolni egy 14 éves lányt, vagy egy 60 éves nőt? Mindegy, valószínűleg az oroszoknak ugye attól, arról híresek, hogy nekik aztán ugyan mindegy. És ugye mondtak ilyen történeteket, amikor ezeknek a hát gyerekeknek, egy 14 éves valaki, az még gyerek. Elfogott rádióüzenetek voltak, ugye a németek fogtak el ilyen rádióüzeneteket, amiben valaki azt mondta, hogy hát három tankos megerőszakolt egy 16 éves lányt is, és akkor visszakérdezett a parancsnok, hogy a mi tankosaink? Igen, igen, igen. És ugye ezeket a rádióüzeneteket elfogták. Hát annyira rossz az oroszok felszereltsége, hogy ilyen nyomógombos walkie-talkie-kkal beszélnek, amik ugye nem titkosított kommunikáció, tehát ezeket úgy egy bizonyos körzeten belül le lehet hallgatni. Nagyon sok ukrán ellentámadás, ami ilyen parancsnoki központok ellen irányult, és többek között így tudtak mondjuk megölni orosz tábornokokat is, hogy egyszer mobiltelefont használtak, vagy ilyen, ezt úgy hívják, hogy pustotalk walkie-talkie-t, tehát ilyen dolgokat. Ugye mondtam, hogy a tegnapi CNN adásban volt az, amikor a bemondó az elsírta magát. Tehát ott kezdték el először felsorolni azoknak a gyerekeknek a történeteit, akiket megöltek, hogy hogyan öltek meg. Ez volt a legborzasztóbb talán, amikor ugye egy pincében bujkálóztak, de a tegnap esti műsorban is elmondtam, de mondtam, hogy ma külön kifogom elmondani, hogy egy pincében bujkált a család, és akkor az oroszok könyvgázt dobtak be, a gyerekek kimenekültek, egy 14 éves lány, és akkor főbe lőtték, akik fuldokolva kimenekültek ugye ebből. Ezekről mind részletes tanúvallomások, tehát mind esetek vannak. A háborús bűnökkel kapcsolatban már 6000 ilyen esetet készített elő az ukrajnai ügyészség, illetve hát ugye ezt már a hágai bíróság is vizsgálja. Ugye ezeket az eseteket mind dokumentálják. Tehát azt, hogy most a hírekben mik jönnek, mik történnek, azokról mondhatjuk azt, hogy némelyik igaz, némelyik kevésbé. Sok időnek kell majd eltenni ahhoz, hogy ezek a dokumentált tanúvallomással, tehát vannak tanúvallomások. Ugye ennél az esetnél, amikor Bucsában megerőszakoltak több nőt, akkor ott, akik túlélték, azok mondták azt, hogy igen, a szomszéd lányt is megerőszakolták, és elvágták a torkát, és utána mesztelenül a holttestet kidobták az utcára. Tehát ezek olyan dolgok, amik felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Mind tudjuk, hogy
korábban láttuk mondjuk az iszlám állam miket csinál, elfognak nyugatiakat, lefejezik őket, tehát akkor szörnyűködtünk, de azért mégiscsak ez messze volt. Tehát ez úgy azt mondjuk, hogy oké, a Közel-Keleten, vagy minek ment oda, aki oda ment, tehát ez is ostobaság, de ugye nagyon sokan ilyet gondolnak, hogy az messze van. És akkor Ukrajna azért végül is egy európai ország, egy hozzánk hasonló keresztény kultúrkörű ország, és ezek teljesen elfogadhatatlan dolgok. Most Mariupol van soron. Ugye a Kijev környéki települések felszabadulásával, hogy az oroszok visszavonultak, derülnek ki ezek a dolgok. Már Edith Hungrédel sokkal rosszabbat hallottam, hogy a gyerekek előtölték meg a szüleiket. Az túlzás, ugye van egy olyan nőnek az esete, akit két orosz katona megerőszakolt a saját gyereke előtt, utána megölték a férjét, és utána még két napig visszajöttek minden nap, hogy még egyszer újra meg újra megerőszakolják. Hát ezeket ilyen 18-as karikával kellene erről beszélni, de azért tartom nagyon fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert több privát üzenetet is kapok, amiben emberek azt írják, hogy egyszerűen nem értik, hogy lehetnek olyan idézőjelben állatok, akik ezeket a dolgokat megkérdőjelezik. Hogy számtalan olyan Facebook oldal van, ahol mondjuk valamilyen rossz hírt közé tesznek, és akkor ott emberek alatt a röhincsélnek, hogy ott smileyznak, meg hogy ez nem igaz, meg hogy az ukránok saját magukat lövik, meg ők bombázták le a kórházakat, meg mindent. Tehát ebből elég. Elmondom, hogy mit gondolok, megpróbálok ebben tényszerű lenni, de ha valakit elkezd röhencselni, meg olyanok, hogy ez nem igaz, meg hogy az oroszok jók, meg mindezek, azok repülnek azonnal. Én azért tartom fontosnak az ilyen dolgokról való beszélgetést, hogy minél többen felfogjátok azt, hogy ezek szörnyű dolgok, és ezek megtörténnek. Nem az a propaganda, hogy megerőszakoltak egy nőt, hanem az, hogy nem. Tehát ugye már ott járt Ursula von der Leyen, és ő is megnézte a tömegsírokat, akkor tömegsírok sincsenek? Klitschko, örök kedvencem Klitschko, amikor azt mondta, hát még a végén az oroszok bebizonyítják, hogy mi támadtuk meg saját magunkat. Magyarország egy szörnyű hely ebből a szempontból. Valamiért ott a legmagasabb a támogatottsága annak, hogy hát ez csak egy vicc. Tehát, hogy igazából az ukránok nácik, és hogy az oroszoknak nácitlanítani kell Ukrajnát. Ez Putyinnak a kedvenc szövege, tehát ez egy nagy baromság. Ugye ezek a civil áldozatok, és hát így a hírekből ezek az elmondások, ezeket nem nagyon lehet, nehéz ezt kitalálni is. Tehát aki azt mondja, hogy ez kitaláció, ezt elég nehéz kitalálni. Az egyik tanú azt mondta, hogy az oroszok, ugye miután megerőszakolták, azt mondták, hogy addig csináljuk ezt, amíg elmegy a kedved az ukrán férfiaktól, és soha többé nem tudtok szülni ukrán gyerekeket. Tehát konkrétan ezt így a képébe vágták. Néha valóban egy kicsit nem lehet nagyon lehet érteni, hogy akkor valakit mérölnek meg, valakit miért hagynak életben egy ilyen eset után, hiszen mint tanú, ugye akkor ezt már később el tudja mondani. Úgy tűnik, hogy erre magyarázat lehet az, hogy az oroszok olyan gyorsan, tehát ők nem gondolták egyszerűen az oroszok, hogy valaha is vissza kell onnan vonulniuk. Tehát úgy gondolták, hogy mindig az övék lesz most már az a terület, amit és akkor majd Kijevet is elfoglalják valami. Hát nem jött be, vissza kellett vonulniuk, így gondolom maradtak túlélők, akik meghaltak, és ezekben a tömegsírokban vannak. Tehát most Bucsán volt ugye csak 400, és akkor a többi településen még lesz több. Képzeljétek el, mit tudhatott az a 400 ember, vagy mit láthatott, amiért őket hátrakötözött kézzel főbelőtték. És most jön az, hogy Mariupol van soron. Ugye rendkívül erős ostrom alatt áll ez a déli Mariupol, ez az Azovi tenger partján lévő kikötő. Az az utolsó város, ami még a Donbass és a Krím felől támadó orosz erők között van. Ha ezt elfoglalják, elesik, akkor ugye össze tud érni ez a szárazföldi korridor, és akkor ugye teljes orosz fennhatóság alatt lesz. Itt most olyan hírek vannak, hát először is nézzük csak a gyors híreket, ugye úgy volt, hogy 1000 ukrán tengerészgyalogos, ez a 36. tengerészgyalogos ezred volt, aminek ugye 1000 katonája megadta magát. Ezt az ukrán államfő tanácsadója egy interjúban cáfolta, azt mondta, hogy valóban vannak olyanok, tehát ugye Mariupol is egy ilyen tengerparti város, ami egy kicsit így hosszabban elnyúlik. A középső rész és a kikötő még ukrán kézen van, de a kikötőt és a központi részt már elvágták az oroszok. Tehát ez a harccsoport, ez a 36. tengerészgyalogos brigád, ez megpróbált kitörni
egyrészt észak felé, másrészt pedig egy másik csapat pedig áttörni a városközpont felé. Azokat, akik megpróbáltak kitörni, azokat elfogták, de azt mondják, hogy közel sincs itt 1000 katona. Ennek az egységnek a többi része sikerült, ezeknek sikerült áttörniük a városközpontba, amit a híres Azovi brigád véd, és velük egyesülve tovább védik Mariupol városát. Na most a város külső részei, illetve például az acélmű, ahol most óriási arcok folynak, mondtam, hogy azt hiszem, hogy az ukrajnai acéltermelés, ami 60%-a Mariupolban zajlik, tehát az most nem fog egy jó darabig. Jó, akkor egy újabb Zsuzsi kérdezőt fogunk most kitiltani, akkor őt most végleg, jó? Így. Mindenkit kitiltok, aki még egyszer ezt megkérdezi, mert nagyon elegem van belőle, tehát nem tudom, egyrészt nem ez a téma, másrészt már elmondtuk, hogy miről van szó, 100-szor. És most megint megzavar ugye ez a dolog. Ja igen, tehát ott jártam, hogy a külső kerületeket már elfoglalják az oroszok, és ott kezdték most el azt csinálni, hogy kihantolják a holtesteket. Tehát a civilek által már eltemetett holtesteket az oroszok kiássák, és krematóriumokban elégetik. Megtiltottak minden további temetést egyébként az ő területükön, tehát azon a területen, amit ők ellenőriznek, ugye azért, hogy a háborús bűncselekmények nyomait eltüntessék. Tehát ha nincsenek holtestek, akkor azokon nem lehet észrevenni, hogy mondjuk a tarkón golyóütötte lyuk van, vagy hogy hátra van kötözve a keze, vagy ilyesmi. Ezek elképesztő hírek. Most azon gondolkoztam, hogy vízből, lőszerből, élelmiszerből, mindenből ki vannak fogyva már. Tehát Mariupol az egy szellemváros, az szerintem rosszabbul járt, mint Sztálingrád, ugye ott volt a legnagyobb csata. És mivel ezekre az emberekre, akik egész mostanáig tartották magukat, én azt gondolom, hogy az oroszoknak sikerül elfoglalni, lehet, hogy az égvilágon senkit nem hagynak életben. Tehát ez egy szörnyű emberi jogi tragédia. A civil áldozatok, azok mindig azt gondoljuk, hogy a háború velejárói. De ugye a civil áldozatok vagy úgy lesznek a háború velejárói, hogy például ostromott területen vannak, mint mondjuk Budapest ostroma, ugye a második világháború alatt nagyon sok civil áldozattal járt, amikor a városokat lövik, stb. De ugye ebben az esetben kifejezetten olyan támadásokról beszélünk, amikor egy iskolát, egy kórházat, vagy például Mariupolban, hogyha tudjátok a színház épületét, ami támadás ért, és ott több százan haltak meg a pincében, mert azt egy ilyen menedéknek használták. Ezekre nincs magyarázat. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy egy színházban is persze mi egy tank volt, vagy mi, az mitől katonai célpont. Itt direkt a civileket támadják. Tehát akkor itt jön be az a kérdés, ami már az emberiség, tehát egyszerű háborús bűnöknél már túllép, és azt mondjuk, hogy népirtás zajlik, amikor azt mondjuk, hogy szisztematikusan támadják most már a civileket. Mai hír, ezt ugye mégsem történik, mégsem múlik el úgy nap, hogy valami ne történjen. Most Harkovban, ugye itt is buszokkal kezdték el kimenekíteni az embereket, és az oroszok természetesen rálőttek ezekre a buszokra, 7 haltak meg. És azt írja, hogy 34-en sérültek meg, köztük 3 gyerek, 7 ember halt meg, köztük egy 7 hónapos gyermek. Tehát képzeljétek el, hogy buszokkal menekülnek, Harkovról beszélünk. Ez Ukrajna keleti részén van, egész közel az orosz határhoz. És a menekülő emberekre lőttek rá. Tehát ez megint olyan, amit semmi nem tud indokolni, semmi nem tud magyarázni, hogy busszal menekülő embereket, akik a háború elől akarnak menekülni. Tehát nem arra van szó, amikor humanitárius segélyt próbálnak vinni. Ugye nagyon sokszor Ukrajna is, és a Nemzetközi Vöröskereszt is megpróbált buszokkal, teherautókkal. Akkor egy kedves kommentelőt megint kitiltunk, mert úgy gondolja, hogy ez nem így van. Nyugodtan más oldalon ezt közé is teheted, ezt a gondolatodat, hogy az oroszok milyen jók, itt nem. Igen, tehát az, amikor buszokkal próbáltak szállítmányokat vinni, úgymond egészségügyi szállítmányokat, takarókat, vizet, élelmiszert, mondjuk Mariupolba, ezt az oroszok megtagadták, és ezeket a konvojokat visszatartották, a Vörös Kereszt konvoját is. Ugye itt katonai szempontból lehet esetleg egy olyan nagyon halvány indoklás, hogy azt mondjuk, hogy oké, ezeket a buszokat nem engedjük be, mert mi van, ha lőszert is visznek. Tehát ugye akkor még mindig nyugodtan megtehetnék, hogy megállítják ezt a szállítmányt, tételesen ellenőrzik, és azt mondják, hogy oké, víz, élelmiszer, stb. Mehet. De akkor még mindig van egy kis ráció, hogy azt mondjuk, hogy de nem, mert akkor ez meg a katonáknak is menne, akik tudnak harcolni. Tehát így van. De azt, amikor buszok egy ostromott városból kifelé mennek,
azt nem indokolja semmi, hogy azokat meg kell támadni. Még a katonák is mennének azzal, örüljenek neki, ha elmegy az összes katona, elfoglalhatják a várost. Tehát katonai szempontból ez nem indokolt, hogy egy távozó buszkaramára rálőjenek, és 7 ember meghalt. Ez ma történt. Egy órája. Jött a hír. Ennek kapcsán az orosz háború, ugye ez az orosz-ukrán háború, amikor mondtam nektek, nem is tudom, két héttel ezelőtt, maga ez a háborús része, ez véget ért akkor. Ugye azóta történnek harci cselekmények, de maga az a tény, hogy most már hírekből nem minden nap ezt köszön a szemünkbe, nem minden nap ezt tolják az arcunkba, mert ez már egy idő után így tolták az arcunkba. Most fordul át abba a részbe, amikor elkezdődnek így a nagyhatalmi taktikák, hogy akkor mi történik. Sokan kérdeztétek, mi történik Kínával, Indiával, hogy fognak az oroszok hozzáállni, mi lesz Tajvannal, mi lesz Finnországgal, mi lesz Svédország, most látom, itt valaki írt a Svédországot is. Kicsit rá tudunk térni most mondjuk ezekre a témákra. Itt van az orosz hadihajó esete. Ugye tudjátok, hogy a Moszkva nevű rakétacirkálót elsüllyesztették, illetve akkor ez tökéletesen bemutatja ennek az egész háborúnak az abszurditását, hogy az oroszok nem is nevezhetik háborúnak. Tehát ott 15 év börtön jár azért, hogyha ezt nem különleges katonai akciónak nevezik, hanem háborúnak. A Moszkva nevezető rakétacirkáló, ez egy, hát én azt hiszem 79-ben kezdték el építeni, azt hiszem 1982-ben tették vízre. Ez a szovjet éra csúcs technológiájának számított, mára már azért egy kicsit elavult, de azt hiszem, hogy talán ami 16 rakéta hordozására volt képes, ezek a nagy hatótávolságú rakéták, ez volt a Fekete-tengeri flotta zászlós hajója, tehát az admirális zászlója ezen lógott. Ez volt az a Moszkva nevű hajó, ahol azon a Kígyószigeten, az a tizenvalahány ukrán katona azt mondta, hogy orosz hadihajó, menj a francba, nem ezzel a szóval, de elküldték a halálba. Tehát ez ugyanaz az a hadihajó. És azt is érdekes tudni róla, hogy ugye Herson eleste után, most Mikolájevet, ami szintén a parton van, inkább befelé egy kicsit, tehát már a Dnyeperbe, de az is ugye tengerpart, ezt ott építették. Tehát az oroszok most azt ostromolják, és ezt a Moszkva nevű hajót, ezt ott gyártották, tehát ott a hajóüzemben gyártották, ugye ez áll még Odessa és hát a maradék részek között. Ez egy szimbolikus támadás, ha mégis az ukránok süllyesztették el, mert ugye ellentmondásosak a hírek, az ukránok azt mondják, hogy saját fejlesztésű Neptun rakétákkal támadták. Ez a Neptun, ez egy szárazföldről indított hajók elleni támadó rakéta, olyan 280 kilométeres hatótávolsága van, ami alapvetően rövid hatótávolságúnak számít, de azért tengeren ez elég nagy. Tehát ha a hajó ennél közelebb ment, akkor vagy a kapitánya volt ilyen ostoba, vagy az oroszoknak teljesen át kell gondolniuk azt, hogy tehát az ukránoknak tudták, hogy vannak ilyen rakétáik. Azt gondolták, hogy na jó, majd, ha jön a rakéta, akkor a védelmi rendszer megvédi őket. Elvileg az ukránok két rakétával találták el ezt a hajót. Tehát az azt jelenti, hogy nem 10-et lőttek ki rá, és abból eltalált a kettő. Tehát nem tudom, ez teljesen, tehát két rakétával találták el. Ugye történt egy robbanás a hajón, az oroszok azt állítják, hogy nem az ukránok lőtték ki, hanem robbanás történt a lőszerraktárban, és hogy nem sérült meg senki. Mindegy, a lényeg az, hogy ez a hajó elsüllyedt. Tehát ez már a tengerfenekén van. Ez 40 éve, ez a legnagyobb, a világon a legnagyobb ilyen esemény 40 év óta, hogy ekkora hadihajót el tudtak süllyeszteni. Ugye 1982-ben pont, amikor ezt a hajót a vízre tették, akkor volt a Falklandi háború, amikor Argentina megtámadta a Falkland-szigeteket. Ugye ők Malvin-szigeteknek hívják, az angolok hívják Falkland-szigeteknek. Vagy fordítva? Nem, Falkland az angoloknak. És akkor Margaret Thatcher kijelentette, hogy úgy döntöttem, hogy odaküldöm a flottát. És akkor odaküldte a... Mi volt az? Azt hiszem az Invincible repülőgép hordozó, meg még egy pár egyéb hajót, és ugye egy angol tengeralattjáró akkor elsüllyesztette a General Belgrano argentin, hát az volt a zászlós hajó, nekik is a zászlós hajójuk, az volt ilyen hatású. Tehát ott elég sok tengerész meghalt. Na most ezen a Moszkva nevű hajón ezen 500 tengerész szolgál, az oroszok azt mondják, hogy őket mind evakuálták, az ukránok szerint 14 embert tudtak kimenteni. Tehát akár még az is lehet, hogy itt 500 tengerész meghalt. Az a tény, tehát ezt most csak így, mondjuk az oroszoknak üzeném, hogy az a tény, hogy azt mondják, hogy hát nem az ukránok lőtték ki a hajót, hanem egy balesetben felrobbant a lőszerraktár. Azt szerintem sokkal cikibb.
Tehát ha az ukránok lőtték ki, akkor ez egy nagyon jó fegyvertény. Ha az oroszok azzal akarnak védekezni, hogy de hogy az ukránok lőtték ki, csak felrobbant a lőszerraktár és elsüllyedt az ászlós hajunk. Bele tudtok ebbe gondolni? Hát ez sokkal nagyobb blamás, ez sokkal égőbb, hogy egy idézőjebben háború kellős közepén a Fekete-tengeri flotta zászlós hajója véletlenül felrobbant és elsüllyedt. Mert miért? Mert Szása lement cigizni a lőszerraktárba és eldobta a csikket, és hogy? Hagyjuk már. A másik azt mondták, hogy nem történt semmiféle sérülés. Ott, ahol egy lőszerraktár felrobban egy hajón, ami aztán azt okozza, hogy ez a hajó elsüllyed, ott nem sérült meg senki? Hát ezt kiveszi be. 500 emberből, egy 180 méteres hajón összezárva. Tehát ilyen ellentmondásos hírek jönnek, és ez teljes egészen jellemző erre az egész orosz valamire. De akkor nézzük a nemzetközi hatásokat, és akkor most kezdem el azzal a kérdéssel, amit valaki feltett, Lukács Ilona. Oroszország megtámadja Finnországot, és egy csomó ilyen röhögős smiley tettetek rá, meg József Frank Faranki válaszolta, hogy nem. Hát ennyire nem lennék biztos abban, hogy ezt kijelentem, hogy nem. Ugye megint a történelmet kell néznünk. 1940-ben Oroszország megtámadta Finnországot, még mielőtt a németek őket megtámadták volna, és elfoglalta lényegében Karéliát. Ugye ez az a félszigetnek az a része, ami Oroszország felé néz, a másik része maradt meg Finnországnak. Tehát hogyha ugye így van Skandinávia, itt van Norvégia, itt van Svédország, és ez Finnország. És akkor Finnországnak mondjuk az a része, ami egy ilyen kis félkör alakban kidudorodik, az most Oroszország. Ugye ott van például Murmansk. Na most, az oroszoknak mindenképpen kellett egy tengeri kijárata, úgyhogy megtámadták a finneket, és akkor 1940-ben a finnek nagyon, ez a nagy téli hadjárat, a honvédőháború, a finneknek volt ez honvédőháború, elég keményen ellenálltak. Tehát az oroszok nem nagyon tudtak ott se előre nyomulni, közben a németek megtámadták őket, úgyhogy volt más dolguk is, és akkor békét kötöttek a finnekkel végül. Ennek a békének az volt az ára, hogy a Szovjetunió, és utána később Oroszország is azt mondta, hogy Finnországnak semlegesnek kell lennie, tehát soha nem csatlakozhat a NATO-hoz, vagy bármilyen más szövetséghez. Így Finnország megmaradhat. Beléphetett persze az Európai Unióba. És akkor most felröppentek a hírek, hogy Svédország, ami örökös, szinte semleges státuszban van, hát ő a II. Világháborút és az első világháborút is ugye ilyen semleges országként töltötte, Svájchoz hasonlóan. Most akkor mind a ketten NATO-tagsággal gondolkoznak. Svédországban azért ez még egy kicsit keményebb, tehát ott lehet, hogy van egy ilyen 50-50%, hogy igen vagy nem. A finnek már jobban ráállnak arra, hogy csatlakozni akarnak, és most a hírek szerint ők néhány héten belül ezt el is fogják dönteni, hogy csatlakoznak vagy nem. Most ennek hatására az oroszok rögtön kijelentették, hogy akkor ők atomfegyvereket telepítenek, tehát már mozgósítanak a finn határ mellé, atomfegyvereket fognak telepíteni. A finnek erre válaszol azt mondták, hát és ebben mi az újdonság? Eddig is voltak ilyen dolgok, tehát ők nem félnek. A finn hadsereg elég erős, elég nagy. 280 ezeres hadseregről beszélünk, és több mint 900 ezeres behívható, mozgósítható tartalékról. A volt finn miniszterelnök nyilatkozott, tegnapi adásban ezt is elmondtam, de ma újra megismétlem, riportot csinált vele, azt hiszem az Al Jazeera, és akkor valahonnan Toszkánából nyilatkozott, de nagyon vicces volt, hogy ők ezt néhány napon belül tudják mozgósítani ezeket a tartalékosokat. Tehát a finn hadsereg az elég erős. Most vettek 60 darab F-35-öst, ugye ezek a legújabb lopakodó amerikai vadászgépek, amik szerintem Moszkváig tudnak menni úgy, hogy igazából lopakodó, tehát nem nagyon látja őket, bár ez még nincs még kipróbálva, hogy az új S-400-as légvédelmi rendszer az mondjuk le tudja előni ezeket. De azért a finnek kemény dió. Mindenesetre az oroszok most komolyan elkezdték fenyegetni őket. Svédország azért érdekes, mert ha megnézzük a térképen, a Balti-tengeren van egy Gotland nevezetű sziget, és az pont Kalinyingráddal szemben van. Az is lehet, hogy megmutatom nektek, mert szerintem úgy a legjobb. Most ugye a nemzetközi vonatkozását tekintjük át a háborúnak. Igen, az a sok minden, amit most elmondtam eddig, az most mind értelmet nyert, hogyha értelmet fog nyerni, hogyha megmutatom azt, hogy miről beszélek. Jó, itt ez tökéletesen látszani fog. Tehát ez az a kis kidudorodás, ugye, amiről beszéltem. Itt van a határ jelenleg, és akkor ez Finnország volt egyébként így teljesen, de ugye az oroszok így lerohanták, és akkor ez a terület most az övék. Ez a megmaradt finn terület, ez a határ, ez több mint 1200 km hosszú. Tehát az azt jelenti, hogy ha Finnország is csatlakozik, akkor Oroszországnak a balti államoktól számítva ugye újabb 1200 km hosszú határa lesz
a NATO-val. És akkor most ugye, tehát ugye így van, hogy Finnország, Svédország, Norvégia, és ha egy kicsit ide belenagyítunk, akkor erről a szigetről beszélek itt. Nem akarja kiírni a nevét? Ki kéne írni a nevét, hogy Gotland. Na mindegy. Ja nem, várjatok, Gotland, itt van, rosszul mondtam. És az a lényeg, hogy ugye a Balti-tenger közepén ennek stratégiai jelentősége van, ugyanis itt van Kaliningrád, ez a kis beékelődés, ugye Lengyelország és Litvánia között, ez itt Kaliningrád, ez orosz terület. Látjátok, Kaliningrád, itt állomásozik a Balti-tengeri flotta. Na most, ugye Kaliningrád el van vágva Oroszországtól, hiszen Belarus, Litvánia, Lengyelország, ugye, tehát itt nem tudnak az oroszok átmenni sehol. Ahhoz, hogy ők birtokolni tudják mondjuk a földközi tenger, vagy a balti tengert, és azt mondják, hogy esetleg támadják tengeri útvonalon is Litvániát, Lettországot és Észtországot, ahhoz nekik szükség van erre a szigetre, mert az egy stratégiai fontosságú sziget. Tehát ha ide légierőt tudnak telepíteni, akkor az egész balti tenger az övék. Na most, Svédország ezt a részt teljesen demilitarizálta, tehát onnan kivonták a katonaságot, nem tettek semmit, és most az utóbbi, tehát amióta kitölt ez az orosz-ukrán háború, tankokat, légvédelmi egységeket, tehát komoly katonaságot küldtek oda, tankok eddig nem is voltak ott, tehát most olyan komoly hadsereget küldtek oda, hogy ők is úgy gondolják, hogy fennállhat egy ilyen gyors invázió, hiszen Svédország nem NATO tagállam. Ha most az oroszok azt mondják, hogy partra szállnak ott Gotlandon és elfoglalják azt a szigetet, akkor igazából a NATO és Nyugat-Európa ugyanúgy tehetetlen, mint Ukrajna esetében, hiszen nem aktiválódik automatikusan ez a NATO védelmi szerződés, ugyanúgy Finnország esetében sem. Tehát ha most az oroszok akár Finnországot, akár Svédországot lerohanják, ilyen, hát hoppá, hát az EU tagállamait támadja, de igazából az nem egy katonai védelmi szövetség. Úgyhogy a svédek komolyan veszik, és a finnek is nagyon komolyan veszik. Tehát ez a kérdés, amit itt páran kiröhögtek, ez azt hiszem egy nagyon komoly kérdés, és ez most felveti azt, hogy ugye nagyon sokan arra számítottak, hát persze, hogyha Ukrajnában végeztek, akkor majd jön Moldova, meg Grúzia, most már Finnország is képbe került, nem is a balti államok. Ákos Horvácia, Mike, szerinted miért nem ajánlja senki a kínai devizában történő befektetést a dollár, euró vagy a svájci frank mellett, miközben egy erős, illetve folyamatosan erősödő gazdasággal rendelkező országról van szó? Hát erre már ott válaszoltam neked, talán azért megy kommunista diktatúra. És mint ilyen nem befektetésre ajánlott kategória. Ildikó Gyarmati, kérdés. Több helyről olvastam Ukrajna feldarabolásáról. Vélemény, ha egy picit is igaz, rosszul vagyok. Nem tudom, hogy milyen feldarabolásról hallottál. Ugye az oroszoknak szerintem eleve volt egy olyan cél, hogy egy villámháború keretében, miután Kijevet elfoglalták, és ugye azokat a stratégiai célokat, amiket kitűztek, ők ezt elérik. Tehát ugye Kijevet, északon a főváros mindenképpen el akarták foglalni. Harkovot, ez Kelet-Ukrajnában van, az orosz határ mellett, ezen kívül a Donbass régió nagy részét, tehát a teljes területét is vissza akarták foglalni, Mariupolt el akarták foglalni, a Krím-félszigetből kiindulva pedig, ugye jobbra indulva Mariupol, balra indulva pedig Odesszát. Tehát Oroszország szerintem teljesen el akarta szigetelni Ukrajnát a Fekete-tengertől. Tehát, hogy az teljesen az ő saját beltengerük legyen, úgymond. Az északi része legalábbis, mert ugye azon még Románia, meg Törökország is, meg Bulgária is osztozik. Nem tudom, milyen feldarabolásról beszélsz, ez most nincs terítéken, tehát az ukránok nyerésre állnak. Nekem is katonai szempontból. És ugye a politika mindjárt mögé jön. Folytatjuk tovább. Anna Méregné, szörnyű dolgokról lesz szó, de nem lehet elmenni szó nélkül mellette, csak reménykedni tudok a befejezés miatt, kihat egész Európára és más térségekre is. Így van. Tehát itt most, amikor Szabolcsra sétálgattunk a parton, HVA-ba, ugye a szomszédvárosba, egy erkélyen is láttam kilógatva az ukrán zászlót, vagy aztán mentünk megnézni egy-két ilyen újépítésű villát, ott a darura volt kitéve az ukrán zászló. Tehát az emberek elképesztően szolidaritásról tesznek tanbizonyságot. Ez egész Európát egyesítette. Mondhatjuk, hogy ez egész művelt, civilizált világot. Nyilván a művelt, civilizált, szabad világban nem tartozik bele Kína, meg a többiek, ugye, akik inkább az egy saját érdekeiket nézik. Ők nem ítélték el ezt a dolgot, minden harcoló felett békére szólítanak fel, tehát ugye Kína esetében ez nem egy megbízható vélemény, hogy akkor mindenkit békére szólít fel.
itt jön képbe az, amit mondtam, hogy a háború bizonyos szempontból lecsendesült. Most tudjuk, hogy azokat, amiket északról, Kijevről visszavontak csapatokat, ezek körbe mennek így Ukrajnán, és majd keletről fognak támadni, tehát most a fő támadási irány a dombaszi rész lesz. Most az oroszok mindent bevetnek, hogy megpróbálják elfoglalni ezt a részt. Nem tudom, hogy mi lesz, hogyha Mariupol elesik. Tehát ugye itt már azt mondják, hogy napokon belül eshet, órákon belül eleshet. Ott biztos, hogy nagyon nagy vérengzés lesz. És a legfőbb háborús bűnöket valószínűleg ott követték el, és valószínűleg ott nem fogjuk majd megtudni, hiszen ezzel, hogy mobil krematóriumokat vittek a térségbe, és egyszerűen elégetik a halottakat válogatás nélkül, ez már önmagában is egy komoly bűncselekmény. Mégis úgy néz ki, hogy most ez időt ad a nagyhatalmaknak bizonyos szövetkezésekre. Putyinnak az a tény például, hogy a Fekete-tengeri flotta zászlós hajója elsüllyedt, aminek Moszkva a neve, és hogy abban a Mikolajevben gyártották, amit egyébként támadnia kellene, hogy azt ott el tudják foglalni. Ugye a Szovjetunió szétesésekor Oroszország nagyon sok hajógyárat elveszített, többek között ugye egy probléma volt a Krím elvesztésével ott a flotta állomás helye is, bár a támaszpontot megtartották, de ugye nem az övék volt a Krím. Igazából ezt a szovjet érából megmaradt flottát nem nagyon tudta. Maga a Moszkva is modernizáláson esett át, de akkor sem, ez már nem egy modern hadihajó, tehát nem tudta felvenni a versenyt a modern hadihajókkal. Ez egy óriási arculcsapás, az is egy nagy arculcsapása szerintem az orosz katonai doktrinának, hogy már az első napokban kellett volna, hogy kivívják a légifölényt. Még 50 napja, 51. napja tart a háború, még mindig nincsenek légifölényben. Tehát még mindig az ukránok lelőnek helikoptereket, repülőket. Amiben az orosz hadsereg mindig is jó volt, hogy na akkor menjünk nagy erőkkel, tankokkal, mindennel lőjünk. Ez sem jött be, hiszen az ukrán jelentések szerint már 785 tankot veszítettek az oroszok. Erről majd mondok valamit mindjárt, hogy... Az ukránok, amikor itt találnak, zsákmányolnak egy-egy ilyen tankot, felteszik az eBay-re. 40 és 400 ezer dollár közötti áron adják el az orosz tankokat. Tehát így megint egy újabb arculcsapás, hogy hát az eBay-en lehet orosz tankot venni. Lehet egyébként, itt tudok valakit, aki vett így orosz tankot. Nem most, sokkal korábban, évekkel ezelőtt, de így lehet tankot venni eBay-en, komolyan. A szárazföldi hadsereg is kudarcot vallott, ugye vissza kellett vonulniuk Kijev alól. Most a haditengerészet is, a légierő is. Talán azt lehet mondani, hogy a rakéta fegyverzet, a rakéták az, amikkel még tudnak operálni, mert ugye Oroszországban elindítják a rakétát, aztán az valahol becsapódik. Sajnos például egy vasútállomáson, ahol megöl egy csomó ártatlan embert, akik éppen menekülni próbáltak szintén. Tehát ez megint a civilek elleni támadás, ez megint háborús bűn. Egy olyan vasútállomást támadni, ahol több ezer civil zsúfolódott össze, kazettás bombákkal megint. Tehát ugye ezt mondtam, ez a kazettás bomba olyan, mint egy levélgyógyszer. Ez kilövik a rakétát, és utána ezek az egyes kis gyógyszerek, ezek így kihullanak belőle, és mindegyik egy-egy különálló robbanóeszköz, amelyik becsapódáskor nem robban fel, az lényegében egy ilyen taposóaknál alakul át, tehát ha bárki megmozdítja, rálép, hozzáér, felrobban. És ugye egy-egy várost, vagy egy-egy részt, ha megszólnak ilyen nyomják, olyan, mintha 200 kézigránátot így szétdobáltak volna. Aztán aki megfog egyet, az felrobban. Most nem mondhatjátok azt, hogy de hülye, miért fogja meg? Hát ez nem látszik. Tehát ez leesett valami, ez alébb dobsz egy követ, vagy egy... Ugye itt romok vannak. Tehát felemelsz egy ledőlt ajtót, és bum, meghaltál. Ezért van betiltva. És ugye ezt is használták. Hírek jönnek erről, hogy ez már akkora, hogy a sarokba szorított, skizofrénia határán álló Putyin esetleg taktikai atomfegyvert vetne be. És arra gondoltam, hogy egy kicsit erről is beszéljünk, hiszen a háborús bűnök, és ezért nagyon fontos a háborús bűnökről beszélni. Tehát itt nem egy egyszerű háborúról beszélünk, hanem az oroszok olyan elképesztő rémtetteket követtek el, aminél én azt mondtam, kérdeztétek az elején, hogy mikor léphet közben a NATO. Tehát mi van az, amikor a NATO beavatkozik, amikor azt mondják, hogy ezt már nem. És akkor mondtam, hogy ha ilyen feldarabolta, belekilóg, a torkát elvágták, megerőszakolták, gyerekek, stb. Holtestei kerülnek elő, akkor Nyugat-Európában, tehát a nyugati világban lehet egy ilyen felzúdulás, hogy azt mondják, hogy na akkor most már menjünk. És ezek most elkezdődtek. Tehát most ezek így... És lehet, hogy ezt otthon nem mutatják, vagy a híradókban nem láttátok, de 18-as karikával ezt leadják. Tehát látni a halottakat, látni a... Láttam. Szörnyű.
Volt, adtak le egy videófelvétel, ami közvetlenül valaki felvette, amikor becsapódott a bomba, becsapódtak a bombák a vasútállomáson, ahogy még vérző emberek ott sikítoznak, menekülnek, tehát ezek szörnyűek. Ezeket így, ha az ember nagyon akarja, meg tudja találni az interneten. Tehát ezek teljesen elborzasztják a világot, és most azt gondoljuk, hogy ez egy olyan dolog lehet, amikor a NATO azt mondja, hogy oké, ha más nem, de akkor tényleg bevezetjük a légtérzárat, és tényleg lőni fogunk orosz repülőkre, akármi is lesz. Na most, tegnap volt egy ilyen körinterjú, amiben szakértőket kérdeztek, és volt egy visszavonult amerikai tábornok is, ezért szeretem az ilyen szakértőket hallgatni, mert mindig visszavonult amerikai tábornokokat kérdeznek meg, akiknek van már fogalma róla, mert ezek harcoltak Irakba, Afganisztánba, akárhol, tehát ilyen van harci tapasztalatuk, nem csak ülnek a fotelben, és akkor mondják a véleményeket, ők ott voltak már. És ez az amerikai tábornok azt mondta, hogy igen, tehát hogyha Putyin ilyen taktikai atomfegyvert vetne be, akkor ez mindenképpen egy vörös vonal, amit átlépett a NATO szemében, és akkor a NATO teljes erővel válaszolni fog erre. Tehát ha csak a taktikai atomfegyver annyiban különbözik a stratégiai nukleáris eretentő erőtől, ugye, hogy a stratégiai nukleáris fegyverek azok általában ICBM-ek, tehát olyan balisztikus rakéták, amik így az óceánt átrepülik és Amerikában mennek le. Általában ezek többszörös robbanófejjel rendelkeznek, és ezek nagyon nagy, 20-30 megatonnás robbanófejek. Ugye a taktikai atomfegyver az pedig egy adott csatában, tehát mondjuk egy adott város ellen, vagy egy adott rész ellen bevetett 10-20 kilotonnás, tehát nagyságrenddel kisebb, egy nullával kisebb, tehát a megatonna az ugye 1000 kilotonna, egy megatonna az 1000 kilotonna, tehát a 20 megatonnás az 20 000 kilotonnás, tehát mondjuk egy ilyen kis 10 kilotonnás atombombát ledobnának Kijevre, megtorlásul mondjuk azért, mert elsüllyesztették a Moszkvát, akkor ez alapvetően még nem indítaná el a harmadik világháborút, tehát ez nem egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy hát Ukrajna területén történt, ugyanúgy semmi közünk nincs hozzá, és akkor erre mondta ezt az amerikai tábornok, hogy ezt már nem. Tehát ezt már nem, hogy erre már válaszolna a NATO. Most ez a fő kérdés, hogy az, aki ezt a gombot megnyomhatja, hogy ezt a taktikai nukleáris fegyvert bevesse, vajon még mindig úgy gondolja, hogy ezt megteheti anélkül, hogy következményei lennének. Hiszen magát Putyin azért támadta meg Ukrajnát is, mert azt gondolta, hogy hát nem lesz ebből itt semmi. 2-3 nap alatt gyorsan valamit lerohanjuk, legfeljebb utána lesz majd egy kis szankció, de közben nem. És az elmúlt 50 nap alatt folyamatosan jöttek a pofonok, de nem így van ám. Kizárták őket innen, kizárták őket onnan, a sportolók már nem mehetnek sehová. A jegybank devizatartalékait lefoglalják, szankciókat vezetnek be, kizárják őket a SWIFT átutalási rendszerből. Cégek ezrei vonulnak ki Oroszországból, és még mindig nem áll meg? Nem. Ugye azt tudjuk, hogy Putyin évek óta olyan elszigeteltségben él, elolvastam róla egy cikket, hogy hogyan mennek. Tehát például, amikor a magyarországi látogatásra érkezett, akkor még Sólyom László volt a köztársasági elnök, amikor a magyarországi, tehát ez úgy néz ki egy ilyen látogatás, hogy több repülő jön, több elnöki limuzint is hoznak, ugye rengeteg biztosító autót, mindent Moszkvából, még a helikoptert is, ami védi őket kíséri, tehát több limuzin jön, nem tudni, hogy melyikbe ül majd, valamelyikbe ülni fog. Az útvonal mentén, ahol mennek a csatornafedeleket leragasztják, bárhová, ahova megérkezik Putyin. Nem csak, hogy nem eszik, vagy nem eszik semmit, így a pohárhoz sem ér hozzá, mert azon is lehet ugyan ideg méreg, ami érintéssel terjed. Van olyan méreg, ami hozzáérsz, és vége. Ugye így ölték meg, azt hiszem, Kim az észak-koreai diktátornak a fivérét valahol a Shanghai repülőtéren, vagy valahol, tehát volt egy ilyen, hogy így kinyírták szegényt. Minden kaját, minden italt és mindent Moszkvából hoznak, de nem csak ez, amikor egy szállodába megy, mindent, a lepedőt, az ágyneműt, a mindent Moszkvába hoznak. Tehát egy ilyen több ezer fős védelmi erő veszi körül, van egy szűk testőrsége, de amúgy ilyen 4-5 ezer fő az, aki egy-egy ilyen látogatás során biztosítja, és az évek óta így van, tehát 20 éve így él. Azt írta ez a cikk, hogy a saját kabinetjének a tagjai, tehát a saját kormányának a tagjai is 3-4 óra várakozás után tudnak bejutni hozzá, ami azt jelenti, hogy leültetik őket valahol, és kamerával figyelik őket, hogy mit csinálnak ezzel a 3-4 óra alatt, vagy egyáltalán biztonsági ellenőrzéseken mennek keresztül. Olyan hírek is vannak, hogy Putyin valójában nem Moszkvában van, hanem valahol vidéken elbújva, egy bunkerbe, csak azt a megszokott irodát, ami a Kremlinben van neki, azt ott felépítették maketként, és ugye onnan történnek ezek a bejelentkezések. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartottam elmondani, hogy lássuk, hogy nem arról van szó, ugye mindig azt mondjuk, hogy Orbán is már eltávolodott a valóságtól. Tehát Orbánnak sincs fogalma már arról, hogy az emberek milyen szegények, meg hogy élnek, meg minden. Ez Putyinra vetítve sokszorosan igaz. Na most nem szabad azt látnunk, hogy egy racionális ember fogja ezt végig gondolni, hogy akkor megnyomja a gombot, vagy nem. És ez nagyon félelmetes. Tehát ez a félelmetes a dologban, hogy
ezzel a taktikai nukleáris fegyverrel kapcsolatban egy beszámíthatatlan, mára már beszámíthatatlanná vált ember gondolhatja ezt. Az egyetlen esélyünk, én még mindig azt mondom, hogy ha valaki a belső körből leváltja, máshogy nem nagyon lehet megállítani, mert nem számít neki semmi. Tehát most majd valószínűleg meg fog indulni a keleti offenzíva, ugye amikor az összes erőiket megpróbálják átcsoportosítani, és a Donyecki régióban áttörést elérni. Az ukránok is felkészültek nyilván. Kicsit nem értem, hogy tényleg hogy nem tudják, hogy nem tudnak utánpótlást ledobni mondjuk Mariupolban, vagy erőket, most, hogy már felszabadult Kijev környék, esetleg erőket átcsoportosítani, ezekről nem tudunk, ezekről nem beszélnek. Tehát lehet, hogy ezt teszik. Lehet például, hogy most erőket küldenek az ukránok is, és megpróbálják felszabadítani Mariupolt legalább addig, hogy egy koridort nyissanak, és oda utánpótlást tudjanak bevinni. Nem tudom. De ez egy szó... Jó, akkor egy újabb hülye gyereket kitiltunk. Aki szerint nem normális az amerikai elnök, meg Zelenszkij. Hát igen, persze, valószínűleg. Vagy esetleg te nézzél körül egy pszichológus házatáján, vagy nézzél meg más híreket is, mint mondjuk, amiket eddig néztél, és akkor hát, ha sikerül így rájönni, hogy miért sikerült ezt a kitiltást elérni. Úgyhogy finoman küldök üzeneteket az embereknek, de most már lehet, hogy elfogy a türelmem. Kína. Valaki kérdezte, hogy Éva Szabonítót. Szia, már egy kicsit kezd egymásnak feszülni Kína és az USA. Lehet, hogy ebből még keményebb dolgok is történhetnek. És akkor itt hosszabb, ezt nem teljesen olvasom fel az egészet. Ugye a Kína kérdés a lényeg. Mit fog lépni Kína? Most az Európai Unió és maga a világ nagy része is megpróbál leszakadni az ukrán, de itt ugye nekünk az uniónak fontos, hogy megpróbál leszakadni az orosz gázról, kőolajról, szénről. Egy tegnapi riportban láttam, amit Richard Quest készített a kolumbiai elnökkel, aki kijelentett, hogy Kolumbia kész fokozni a kitermelést, és azt a mennyiséget, ami kiesik például az oroszoktól, Kolumbia ezt képes pótolni kőszénben például. De akár az olajkitermelést is tudja fokozni. Én nagyon szép dolgoknak tartom ezeket. Tehát tudjátok, Kolumbia, hát Pablo Escobar, tehát ugye a kokainnal küzdő ország, ami szinte az összeomlás, az anarchia szélén volt már, hiszen egy kokainbárónak nagyobb hatalma volt, mint az elnöknek. Igazságügy minisztert lőttek szitává a saját kocsijában. Kolumbiáról beszélek. És most mégis ez az ország összeszedve magát kilép a nemzetközi porondra, és azt mondja, hogy ő kisegíti akkor Európát például ebből a szempontból. Ezek szép dolgok, de hát ugye ezek mögött nem kell túl sok romantikát gondolni, ez mindenkinek jól járnak. Tehát így van erre racionális esély, hogy erről le tudnak válni. Időkérdése. Magyarország és Németország esetében ez nagyon nehéz, mert Magyarország 90%-os kitettséggel, Németország ilyen 60%-os kitettséggel bír orosz gáz szempontjából. Mi nem nagyon fogunk tudni hamar leválni, meg Orbánnak nem is ez a célja, tehát Magyarország az egy rossz helyzetben van. De Európa többi részének sikerülni fog leválni, csak azt mondjuk, hogy na mi van Kínával, hát ők megveszik majd ezt az orosz gázt, és ők tovább pumpálják a pénzt. Oroszország már odáig jutott, hogy kijelentett, hogy a baráti országoknak hajlandóak olcsóbban is kőolajat adni. Tehát ugye magas a kőolajára, ami most egy kicsit amúgy lejjebb ment, már volt megint 100 dollár alatt, de most megint 100 fölé ment. Tehát ilyen 98 és 110 között pattog, 90-110 között pattog. Szerencsé, hogy nem szállt el 150-ig, tehát ez már jó hír. Ha a kínaiak meg is veszik ezt, ugye, akkor még mindig ott a kérdés, hogy ez kevés katonailag vajon segítik-e az oroszokat? Tehát küldenek-e utánpótlás, lőszert, stb. És ugye itt feszül egymásnak, amit mondtál, Amerika és Kína, abból a szempontból, hogy az amerikaiak világossá tették, hogy aki a szankciók kijátszásában közreműködik, az hasonló szankciókra számíthat. Na most Kína óriási bajban van, mert ugye nagyon komoly kereskedelmi kitettsége van a nyugattal. Tehát most a nyugat azt mondja, hogy többet nem veszünk semmit, akkor azért ez a, amit az előző kérdésben valaki kérdezett, hogy miért nem fektetünk yuanba, hát hiszen dübörög a gazdaság Kínába, akkor így. A kínai dübörgő gazdaság az így fog a földbe állni. Nem lesz piacuk. És azt kell mondjam, ez csak az én saját elgondolásom, a saját elemzésemben, ugye a nemzetközi sajtóban is pedzegetik már ezeket a dolgokat, Kínának jól jön, hogy szétverik az oroszokat. Tehát Kína alapvetően egy riválisként tekintett Oroszországra, az ő nagyhatalmi törekvései, Kínának ugye olyan nagyhatalmi törekvései vannak, hogy ő akar a másik szuperhatalom Amerikával szemben lenni.
Oroszország meg az is lehetett, van egy ilyen nagyon kisebb fajta része is ennek a putyini támadásnak, hogy ő vissza akart lépni a történelem színpadára. Tehát, hogy Oroszországot addig úgy mindig csak úgy, oké, hát persze oroszok. Hogy ő megint meg akarta mutatni, hogy de igenis ez egy nagy hatalom. Na most ebből a szempontból még nagyobb a bukás. Itt látok egy olyan kis veszélyt világháború szempontjából, hogy Oroszország annyira meggyengült, tehát ugye most rengeteg rakétát elhasznált már, rengeteg embere meghalt, megsebesült. Tudjuk, hogy Oroszország nagy, meg most mindenki értemben inkább, hogy van ott tartalék. Nem biztos, meg ha van ott tartalék, azok már T-55-ös tankok. Tehát a modern tankok, a jó cucc, az már mind ott van, az már szétment. Ami van még, azok, meg hát a Távol-Keleten is kell valamit állomásoztatni, meg az indiai határnál is kell valamit állomásoztatni, nem lehet mindent Ukrajnába hozni. Tehát azzal, hogy Oroszország eléggé meggyengül, esetleg most a világ azt gondolja, hogy na akkor most egyszer is mindenkorra intézzük el a ruszkikat, és akkor így lesöprik. Ez egy ilyen globális konfliktusnak a legrosszabb kimenetele lehet talán. Én azért akartam ma ezekről a dolgokról beszélni, mert egyre inkább látom, ahogy elmérgesedik a vita, és direkt úgy hirdettem meg ezt a mai műsort, hogy kulturáltan próbáljunk beszélni erről, ennek ellenére látjátok, élőadásban kellett kitiltanom 3-4 embert, most mindjárt végignézem majd, ha vége a műsornak a többit. Tehát teljesen felesleges megkérdőjelezni ilyeneket, most mi az, hogy Zelenszkij hülye vagy nem? Kit érdekel? Orbán hülye vagy nem? Mégis kétharmaddal nyert, nem, tehát ezen nem változtat semmi. Putyin hülye vagy nem? Nem fog változtatni semmin. Ugye most ezek a fennálló állapotok vannak, akármelyik hülye is, és akármelyik is nem hülye, a háború zajlik. Emberek halnak meg, nőket erőszakolnak meg, gyerekeket rabolnak el, gyerekeket ölnek meg, végeznek ki, és az egész világ erre figyel. Na most ugye a tegnapi adásban is elmondtam, hogy ennek óriási kihatása lesz. Tehát most a globális felmelegedéssel kapcsolatban a tudósok azt mondják, hogy 2-3 évünk van, hogy ezt megállítsuk, ugye egy 1,5-2 fokról beszélünk, amit meg kell állítanunk, ennyi emelkedésnél már elolvadnak a sarki jégsapkák. Most képzeljétek el azt, hogy ha megszűnik ez az energiaellátás Oroszország részéről, és más alternatívákra kell átállni, akkor Németországnak újra kell indítani az összes atomerőművét. Ami mondjuk nem annyira környezetszennyező, de ha a szénerőműveket is újra kell indítani, tényleg mondjuk kolumbiai szénnel, akkor semmi esélyünk nincs a globális felmelegedést megállítani, akkor a legkisebb gondunk lesz majd az ukrán háború, mert a bolygó egészén olyan óriási időjárás változások lesznek, mint amik most már vannak. Hát láttátok, tegnap Szabolcs panaszkodott, hogy január óta fázik. Én is. Én nem tudom kifizetni a gázszámlát, neki meg nincs is fűtése. Egy hónapja esik az eső. Magyarországon meg szárazság van. Hogy fogjátok elvetni a gabonát? Tehát elképesztő mértékben fel fog borulni minden a világban, és ezt már nem fogják tudni majd kezelni a globális rendszerek. Tehát itt már az országok elképzelhető, hogy vissza fognak vonulni, és azt mondjuk, akkor csak törődjünk saját magunkkal. Egy ilyen vonatkozásban lehet, hogy Orbán azt mondja, hogy akkor lépjünk ki az Unióból, meg lépjünk ki a NATO-ból, mert Magyarországnak jobb, hogyha mi megtermeljük a búzát, és majd azt mi itthon elosztjuk. Tehát vannak ilyen veszélyek. Azért beszélek erről, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy kiviszi Orbán az országot az EU-ból, vagy a NATO-ból. Azért, mert most akkor egyensúlyozni akar, akkor egy kicsit az orosz meg. Mert ugye mi még kapunk gázt Ukrajnán keresztül. Ez a vicces, hogy Ukrajnában zajlik a háború, és az oroszok Ukrajnán keresztül küldik a gázt, meg az olajat. Még mindig. Az oroszok már megtiltották a gabona exportot, az ukránok meg nem nagyon tudnak vetni, aratni, mert ugye mindent szétbombáztak, meg a lakosság jó része katonának állt. Elképesztő mértékű élelmiszerválság lesz, szó szerint emberek fognak éhen halni. Nem feltétlenül Európára gondolok, Észak-Afrikára. Tehát Egyiptom, Líbia, Algéria, Tunézia, akár a Közel-Kelet, tehát az arab országok is nagyon nagy százalékban az orosz és az ukrán búza, hát kis részben kukorica, de mondjuk úgy, hogy gabona exporttól fügtek, amik jöttek hozzájuk, ugye ennek most vége. És azt már sokkal nehezebb lesz pótolni. Olyan válság elé nézünk, és így fokozatosan, tehát ugye a Covid az csak egy kezdő fura kacaj volt ahhoz képest, ami most következik. Nem maga a háború a lényeg, hanem annak a következményei. És mondom ezt úgy, hogy ősszel már nem lesz majd mit, lehet, hogy ősszel már nem lesz majd búza. És most kellene erre gondolni. Nem azt mondom, hogy rohanjatok a boltba és vegyetek meg mindent, mert ugye ez nem megoldás, hanem el kell gondolkozni azon, amikor ilyen atrocitások történnek, tehát egy ország katonái
képesek annyira végletekig lemenni állatba, hogy gyerekeket erőszakolnak meg, 14 éves lányokat, vagy 60 éves idős nőket, akkor mit várunk, hogy majd azt mondják, hogy ja, bocs, tényleg, hát miért is ne, legyen béke, hazamegyünk. Nem lesz. Kérdezzétek, meddig tart a háború? 50 évig innentől kezdve. Mert innentől kezdve minden ukrán gyerek úgy fog felnőni, hogy ha csak egy kést fog a kezébe, belevágja az első oroszba, akit meglát. Lehet, hogy hasonlóan éreztünk 56 után mi is egy pár évig, de úgy tűnik, hogy ez már kihunyt Magyarországról, és most inkább az van, hogy felteszik ezeket a híreket, és hülye gyerekek ott röhögnek alatta, hogy nincs is ilyen, hogy megerőszakolták a nőket, meg a gyerekeket. Tehát a civilek elleni atrocitások, hangsúlyozom, mindig vannak háború során. Nem lehet meggátolni, hogy civilek bajba kerüljenek. Tényleg erőszak is előfordulhat. Nem minthogyha ez egy helyes dolog lenne, de ugye van egy szintje. Ezek elképesztő mértékű túllépéséről beszélünk most Ukrajnában, és erről beszélnünk kell. Az, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek, mutatják azt, hogy nincs igazán terve szerintem Putyinnak arra, hogy ezt hogyan kellene befejezni. Mert akkor nem engedte volna, hogy ezt a katonái megtegyék. Tehát akkor hagyott volna magának, tehát nincs visszavonulási terve. Akkor hagyott volna magának valamit, hogy akkor vissza, jó, akkor. Tehát ha lett volna olyan terv, hogy oké, ha mégsem jön be, be ez az invázió, akkor a lehető legkisebb veszteséggel vonuljunk vissza, és akkor próbáljuk lecsökkenteni a nyugati szankciókat. Valami nagy harc folyik, úgy látom a kommentek között, de majd... Jó, majd elintézem. Most már úgyis mindjárt vége. Fejezzétek be most ezt a kommentháborút. Tehát úgy tűnik, hogy nem volt visszavonulási terve. Most mindent bedob, és mindig egyel emeli a tétet. Mindig egyel emeli a tétet. És nagyon-nagyon nem jó ilyen dolgokról beszélni, de én, tudjátok, mindig szeretek elmondani mindent, akár jó, akár rossz. Én így szeretem egyenesen elmondani, hogy van reális veszélye annak, hogy megtámadja Finnországot, van esetleg reális veszélye annak, hogy megfontolja ezt a taktikai atomfegyver bevetést. Itt ugye egyszer már ezt lejátszottuk, ezt a dolgot, hogy a NATO fenyegetőzik, hogyha ezt teszed, akkor mi azt tesszük, de ez nem volt elég konkrét. Hiszen pontosan ez történt. Felvonultak a katonákkal, az orosz katonák az ukrán határ mellett, és a NATO meg Amerika azt mondta, hogy hát ha ennyi bejne, ha az oroszok támadnak, akkor teljes erővel lecsapunk vagy valami, és ez nem volt elég konkrét. Az oroszok támadtak, a NATO meg szép lassan, ugye mai napig is minden héten szinte jön egy újabb szankció, már követni se tudjuk, meg nem is érdekel már senkit, hogy milyen szankció, meg éppen milyen 600 milliós luxusjaktot foglaltak le. Ugye két nappal ezelőtt Abramovicsnak 7 milliárd fontnyi vagyonát zárolták a Jersey-szigeten, ami egy adóparadicsomnak számít egyébként. Hozzáteszem, hogy Abramovics vagyonát 14 milliárd dollárra becsülik, tehát ez a vagyon a fele. Így, egy nap alatt, annyi. De ezek egyszerűen nem állítják meg ezt a dolgot. Tehát nincs semmi, ami azt mutatná, hogy itt van egy visszavonulási terv, és hogyha mindig még egyen meg egyen fokozzuk a tétet, és ráadásul az ukránok elsüllyesztik az ászlós hajót, meg ott tesznek, hát végül is ez is egy fricska, hogy a lefoglalt, hát megszerzett, hát van úgy, hogy az oroszok kiszállnak a tankból és elfutnak, mert kifogyott a benzin, vagy beragadt a sárba, vagy valami. Tehát teljesen normális, jó állapot, nem kilőtt tankokról beszélek, hanem olyanokat, amiket így az oroszok elmentek, az ukrán meg beleült. eBay-en hirdetik, ez megint egy pofon az oroszoknak. Vigyáznék ezzel, hogy mennyi pofont kapnak még az oroszok, mert Putyin azt mondja végső őrületében, hogy akkor egy kis taktikai atomfegyvert dobunk Kijevre. Ugye most az orosz hajó elsüllyesztése kapcsán már bejelentették, hogy hát eddig nem akarták akkor Kijevet tovább bántani, de akkor most megint elkezdik majd rakétázni. Tehát ez egy ilyen bosszú hagyárat. És én azt gondolom, hogy a NATO-nak most ennél sokkal határozottabb fellépésre van szüksége, mint amit a háború elején pávatáncoltak, mert azért a NATO-nak is volt egy ilyen pávatánc, hogy nem. Most határozottan ki kell mondani, hogy ha Oroszország bárhol, bármilyen kisméretű nukleáris taktikai fegyvert is bevet, akkor az a harmadik világháború. Tehát akkor teljes atomarzenállal felelnek. Ezt ki kell mondani. Máshogy nem lehet majd megállítani. Valaki felteszi, igen, most Izabella Orbán, Putyin oligarchái nem lázadnak ellene. Nemzetközi sajtóból az jön le, hogy az oligarchák mind azt mondják, hogy ők nem tudnak mit tenni Putyin ellen. Tehát nekik nincs hatalmuk Putyin felett. Ugye most ezt mennyire hiszük el? Ez olyan, mintha azt mondjuk, hogy Orbán környezetének mennyire van hatással
Orbán környezete mennyire van hatással magára Orbánra, tehát hogy Rogán Antal, vagy Lázár János, vagy mit tudom én ki, mit mond neki, akkor az nem tudjuk. Tehát ezt nem tudjuk, hogy ebből mennyi az igaz, az oligarchák elhatárolódnak. Lehet az egy óránk, ugye ez volt a mai műsor, sajnos, hogy egy kellemetlen témáról kellett beszélnünk, de én nagyon fontosnak tartom, hogy erről a témáról beszéljünk, mert egyszerűen emberek milliói még mindig nem értik, hogy mi ez, nem értik, hogy mivel nézünk szembe. A háború kezdete óta mondom, hogy megváltozott a világrend, már soha nem lesz olyan, mint amilyen azelőtt volt, és mi egyszerű emberek nem nagyon tudunk ezzel ellen semmit tenni. Most nincs értelme annak, hogy kimenni tüntetni, vagy annak van értelme, hogy küldjünk takarót a menekülteknek, mert tényleg ott embereken segítünk fizikailag. Viszont az átlag ember is fel tud készülni lélekben, ha más nem. Tehát itt végig kell gondolnunk ezeket a dolgokat, és egyáltalán nem segít, ha Facebook oldalakon kinevetünk olyan embereket, akik szenvedtek és elmenekültek. Egy utolsó búcsúzásként egy utolsó példát akarok elmondani. Egy Amerikában élő ukrán házaspár, férfi és nő, ugye, hát persze ez a házaspár, úgy értettem, hogy most külön választom az anya és az apa történetét. A lányuk a Krím-félszigeten tanul, 11 éves kislányról beszélünk, aki az ott élő nagyszüleinél lakik, és akkor ott tanult, ottan iskolában. És a háború kitörésekor a szülők, apa és anya New Yorkban, hát ők ki akarták hozni a gyereket, és a nagyszülők egyszerűen azt mondták, tehát az anyának az anyja és apja, hát miről beszélnek? Hát itt semmiféle háború nincsen. A saját szüleit nem tudta meggyőzni arról, hogy ott veszély van. Nem hitték el, hogy háború van. Tehát a saját szüleit nem tudta meggyőzni az ukrán nő, hogy az oroszok lövik az embereket, és hogy gyilkolják. És végül a férjének, tehát a apunak New Yorkban kellett elmennie a gyerekért. 10 napos út volt, elmondták, hogy előbb Katarba repült, onnan át kellett mennie Grúziába, Grúziában stoppal eljutott a határig, és onnan buszokkal, vonatokkal, stoppal, stb. Tudott a Krím félszigetre eljutni, és a gyereket kimenekíteni, aki már azóta Amerikában van. Ez még egy szerencsés történet, hiszen az a gyerek megmenekült, de jelzi azt a fajta elképesztő irracionalitást, amiben a világban élünk, hogy emberek képesek nem elhinni azt, amit a szemükkel látnak. Hogy lebombáznak egy gyerekkórházat, hogy a színházban ezrek vagy százak, nem tudjuk, mert még mindig romokban van az egész, és nem tudjuk, hogy Mariupolban a színház alatt hányan rekedtek, de százak biztos, talán ezrek is. Elvileg 4000-en voltak ott, és hogy erre valaki bedobja, hogy hát ezt, vagy a Kramatorszki vasútállomás, ahol szintén meghaltak egy csomóan, hát ezt az ukránok csinálták. Hát ezt ők csinálják. És ezt emberek elbírják hinni. Ez egyszerűen nevetséges. Nagyon rossz ilyen világban élni. Hogy inkább ezt hiszik el, hogy az ukrán saját magát lőni, a saját színházát, a saját gyerekeit ölni, mint az, hogy az oroszok agressziót követtek el Ukrajna ellen. Tehát ez miért kevésbé hihetetlen? Ezt meg kell állítanunk. Ugye most jönnek az ünnepek, húsvéti ünnepek, ez elvileg egy keresztény ünnep, azt mondom, a szeretet, az élet ünnepe lenne, és azért gondoltam, hogy most pénteken itt meg kell állnunk egy pillanatra, és meg kell emlékeznünk arról, hogy a szomszédunkban, nekem nem, de nektek a szomszédban milyen háború zajlik, és közben hogy szenvednek az emberek. Talán ennél jobb alkalom nincs arra, hogy emlékezzünk arra, és belegondoljatok abba, hogy nem titeket bombáznak, még nem titeket erőszakolnak, még nem nálunk lőnek az ágyuk, de valahol igen. És ennek véget kell vetni. Úgyhogy legyen ez egy békeüzenet, úgyhogy közben végigbeszéltük az összes szörnyűséget, mert csak akkor tudunk szembesülni, akkor tudunk békét elérni, ha igazából szembesültünk azzal, hogy mi történik. Mert amíg homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, dehogy is, hát nincs ott háború, az csak egy különleges katonai akció. Igen, aminek a keretében lehet, hogy most 500 orosz tengerész meghalt, és még be se vallják az oroszok. Úgy kellett meghalni ennek az orosz 500 orosz tengerésznek. Képzeljétek már el, hogy katonák vagytok egy hadihajón, és meg kell halnotok a hazátokért, mert azt parancsolta valami őrült. Még ez oké, nem oké, de azt mondom, hogy oké. És akkor még abba a szégyenbe is meg kell halnotok, hogy úgy süllyedt el az ászlós hajó, hogy valami hülye felrobbantotta véletlenül a lőszerraktárat. Tehát még ennyi becsülete sincs az orosz katonának. Szóval ez szörnyű, hogy annak az 500... Az ukránok azt mondják, hogy 14 ember tudtak kimenteni, de hát ugye sajnos nyilván katonai érdek az ukránok is csúsztatnak, de nem tudjuk, mi az igazság. Akkor olyan vihar volt, ugye
hogy nem tudtak műholdképeket csinálni, tehát a nyugati hírszerzők sem tudtak akkor műholdképeket csinálni, hogy pontosan mi történt a hajóval, azóta meg már elsüllyedt, úgyhogy már nem is lesz olyan, hát nem tudjuk. Mindenesetre köszönöm a mai figyelmeteket is. Holnap vidám téma lesz, az én 11 éves évfordulóm. Holnap lesz 11 éve, hogy megérkeztem, és akkor arra gondoltam, csinálok egy olyan műsort, amiben régi fotókat nézegetünk, hogy 11 évvel ezelőtt hol laktam például. Egy kicsit vidámabb nap lesz talán. Ha tetszett, osszátok meg, a kommentekre továbbra is válaszolni fogok, tehát aki most nem élőadást néz, hanem visszanézi ezt a műsort, nyugodtan akkor is írjatok be kérdést, majd megpróbálok válaszolni, és akkor most átnézem, hogy kit kell még kitiltani. Kellemes hétvégét. Sziasztok!